Városszerte látható, hogy nagy üzemben folyik az utak és a járdák felújítása. Ennek köszönhetően a Bemutca 2 perc előtti szakasza is elkészült. Régi vágya volt ez az itt élőknek, hiszen a 2 per A és B előtt már az előző ciklusban megújult a járda. Az út szélén álló hatalmas fák miatt azonban baleset veszélyessé vált a régi burkolat, hiszen a gyökerek teljesen felnyomták az aszfaltot. Ezért volt szükség a beruházás folytatására. Én már a Köztársaság utcától a következő Kereszt utcáig teljes szakaszában balesetmentesen járható ez az útszakasz. A felújításnál különös figyelmet fordítottunk ezekre a Matuzsálem korú fák megóvására, amit itt szeretném a Bemutca lakóit tájékoztatni, hogy megkértem a fák vizsgálatát, hiszen nagyon sok olyan ág van, ami a vihar idején leszakadt, és így gondot okozott az itt élőknek. Az őszimetszésnél ezek vizsgálatra kerülnek. Ezzel tehát egy újabb probléma oldódhat meg, ahogy arra is keresik a megoldást, hogy az utcában a vízelvezetés mindenhol zavartalan legyen. Látható, akik ezen az útszakaszon járnak, hogy az úttest szintje magasabban van, mint az épületeknek a garázs szintje, ezért sokszor problémát okoz az, hogy egy nagyobb eső esetén betörik a víz. A 2A előtt a korábbi években megoldottuk már a vízelvezetési problémát. Jövőre, vagy az elkövetkezendő ciklusban, hogyha a költségvetés engedi, akkor a 2B, 2C előtt is ugyanezzel a tervvel fogunk és javaslattal élni. A Bemutcában élők tehát további fejlesztésekkel is számolhatnak. Ami már biztos, hogy nem kell annyira óvatosan közlekedniük és a lábuk alá nézniük ezen a megújult járdaszakaszon, melyet örömmel birtokba is vettek a gyalogosok.